Szabadon választott pontszerzői továbbképzést tartottak a közelmúltban a Borsodabaú-Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórházban. A szakképzés és a gyakorlati oktatás jelentősége az ápolói utánpótlás biztosításában, ez volt az a téma, amiköré csoportosultak az előadások. Rauch Edittel, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ elnök helyettesével beszélgetett az oktatási napon Sós András. A szakképzés és a gyakorlati oktatás jelentősége az ápolói utánpótlás biztosításában. Előadások a Borsodabaú-Zemplén megyei kórházban. Beszélgető partnerem Rauch Edit, az Egészségügyi és Nyilvántartási Képzési Központ elnök helyettese. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ minisztériumnak egy olyan módszertani háttérintézménye, amely különböző feladatokat lát el. Az egyik nagyon fontos feladata az intézménynek, hogy a Magyarországon az egészségügyben dolgozókat támogassa különböző módon. Tudjuk azt, hogy komoly krízisben van Magyarországon is az egészségügy a szakdolgozókat és az orvosokat tekintve, tehát sok esetben alacsony a létszámuk. Látjuk azt, hogy az egészségügyben dolgozók korfája azt mutatja, hogy rövid időn belül szakdolgozói körben is nagyon komoly utánpótlás hiányra kell számítani, és mondhatom azt, hogy 2010 óta tudatosan dolgozunk azon, hogy milyen módon lehet segíteni ezen. Megoldani természetesen még nem tudtuk, de nagyon fontos elemei vannak a humán erőforrás krízis kezelésnek. Az egyik legfontosabb eleme a képzés és a továbbképzés. Hozzá kell tennem, hogy ez nem elegendő. Egy nagy koncepció keretén belül 2010 óta, ahogy azt önök is ismerik, a bérviszonyok tekintetében sok előrelépés történt. Az intézményünkön keresztül történik például a rezidensek támogatási programja, ez is megpróbál enyhíteni a szakorvos hiányon. Kiemelném különösen a mai konferencia tekintetében azt a típusú tevékenységünket, ami az egészségügyben a felnőtt képzéshez kötődik. Mi az elmúlt három évben részben Európai Uniós forrásból, részben saját bevételből közel 2000 szakápolót és szakasszisztenst képeztünk ki az állam által fenntartott járó és fekvőbeteg intézmények részére. Mai előadásomban külön ki is fogok térni arra, hogy Miskolcot milyen módon támogattuk. Tehát a felnőtt képzésben, az egészségügyi szakképzésben módszertani intézményként mind képző is részt veszünk, mint szakképzés fejlesztő. A miniszternek különböző hatáskörei kerültek leadásra, feladatátadásra az intézményünkhöz. Nagyon sokan úgy látják ma Magyarországon, hogy most már nem feltétlenül, vagy nem csak kizárólag az orvosi létszám emelésével tudnánk az egészségügy színvonalát jelentősen megnövelni. Most már óriási feladat lenne a szakdolgozók behozatala, úgymond az egészségügyi intézményekben, hiszen ha már bértekintetében beszélgettünk néhány mondatot, akkor a szakdolgozóknak is a hozzájuk csatlakozó, kiszolgáló, idézőjelbe téve kiszolgáló személyzetnek, akik megkönnyítik a szakdolgozói létszám munkáját, azoknak a bérezése évek óta kérdéses. Önnek teljes mértékben igaza van, és ha most figyeljük a retorikát, ami és a közbeszédben megjelenik, akkor ugye pontosan tudjuk, és egyet is értünk ezzel, hogy számolni kell azzal, hogy Magyarország szakdolgozók tekintetében nem éri el az OECD országok átlagát. Tehát ez azt jelenti, hogy amit mi magunk belül is látunk, hogy nagyon komoly erőket kell fordítani arra, hogy az utánpótlás meglegyen, és természetesen ugye a jövedelmi viszonyok javítása ezen a területen is szükséges, de a korábban, amiről én beszéltem, 2011 óta a szakdolgozói körben is volt bérkiegészítés, bérfejlesztés, és 2017-ben, mint ahogy ezt már hallhattuk különböző kormányzati bejelentésekből, számíthatnak az egészségügyben dolgozók arra, hogy a jövedelmi viszonyaik javulnak. Közbeszóltam, és egy gondolatot elvágtam, amit Igen. még szeretett volna nekünk elmondani. Igen.
A nevünkben is benne van az, hogy nyilvántartási központ. Erről azt kell tudni, hogy a közel 120 ezer dolgozó nyilvántartásával, működési engedélyével is foglalkozunk. Ehhez szorosan hozzá kapcsolódik a kötelező és a szabadon választható továbbképzéseknek részben a szervezése, részben a szabadon választható pontszerző, mint amilyen a mai is továbbképzések akkreditációja. Tehát ilyen típusú feladatokat is ellát az intézményünk. Vannak még emellett más hatósági feladatok is, amellyel hozzájárulunk az egészségügy működéséhez. Elnök helyettes asszony, tudom, hogy nem szeret, senki sem szeret igazából jóslásokba bocsátkozni, de mikor teszi körülbelül azt az időpontot, amikor valamilyen módon realizálódik az egészségügy helyzete, és fel tudunk zárkózni majd ahhoz a trendhez, amit ön is említett, hogy elegendő létszám legyen, ne csak az orvos létszám, hanem az ápolói, szakápolói létszám. Valóban nem bocsátkoznék jóslásokban, talán csak arra hivatkoznék, hogy az egészségügyi kormányzat folyamatosan arra törekszik, hogy megpróbálja behatárolni azt a pontos számot, vagy megközelíteni, amellyel a magyar lakosság egészségi állapota karbantartható, betegségek esetén gyógyítható. Nem véletlen az, hogy folyamatosan vita zajlik arról, hogy hány kórházkeny, hány ember szükséges az ellátáshoz. A magunk területéről beszélnék inkább. Én azt mondom, hogy 2010 óta a Semmelweis terv, Széll Kálmán terv és egyéb ilyen nagy tervek keretén belül az egészségügyi ágazat mindent megtett azért, akár hazai, akár európai uniós forrásokból, hogy a szakdolgozók képzését, továbbképzést és biztosítsa. Ami nagyon fontos és kiemelendő, hogy mi azt világosan láttuk már akkor is, hogy pontosan az egészségügyben dolgozók egyéni szociális helyzete miatt nem várható el, hogy valaki a saját képzését, továbbképzését, egy újabb szakterület megismerését finanszírozza, hiszen az egészségügyi szakdolgozók képzése az nem egy olcsó képzés. Óriási felelősség van a képzőn is, és azon a foglalkoztatón is, aki jól képzett szakembereket kíván foglalkoztatni, hogy milyen a minősége. Felismerve ezt a nehézséget is, hogy nem bízhatjuk az egészségügyben dolgozóra az ő saját továbbképzését, tehát az élethosszig tartó tanulást, ami egyébként nem egy szlogen, hanem látjuk, hogy ez napi szinten megvalósul Magyarországon is, ehhez nagyon nagy szükség van arra, hogy az állam vállalja ezen képzések költségét. És az elmúlt időszakban részben európai uniós forrásból, részben hazai forrásból, ami a saját bevételeink visszaforgatását jelentette, sikerült egy ilyen eredményt elérni. De ezt folytatjuk, hisz már egy újabb európai uniós program keretében, EFOP program keretében, körülbelül 700-768 egészségügyben dolgozó, 40 éven felüli szakdolgozónak, ápolónak biztosítjuk a felzárkóztató képzését, akik másfél év alatt elérik az OK és ápoló szintet, ami ugye megfelel az európai normáknak, így van, és ezzel biztosítjuk a számukra azt, hogy egy magasabb fizetési kategóriába kerüljenek, továbbá azt is, hogy akik még ambiciózusak, egy ráépített szakképesítés meg tudjanak szerezni. És hát számtalan olyan terv van az intézménynél, ami változatlanul fenntartani kívánja, hogy az állami intézményekben az ilyen típusú képzéseket, továbbképzéseket az állam finanszírozza. 2011 óta 5 évenként egy kötelező továbbképzést valamennyi szakorvos és valamennyi szakdolgozó számára az állam finanszíroz. Ennek a pénznek az elosztása, a koordinációja, felhasználásának szintén az intézményünknél van. Évente 300 millió forintot fordít a költségvetés az 5 évenkénti kötelező továbbképzések finanszírozására, és ebből olyan 180-200-220 millió minden évben a szakdolgozók továbbképzésére jut. A szakképzési napon beszélgettünk még professzor Barkai Lászlóval, aki a Megyei Kórház oktatási és tudományos igazgató helyettese. A Borsod-Dabó-Üzemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjának igazgatója professzor Barkai László. Szakképzés az egészségügyi dolgozóknak a mai nap erről szól. Tulajdonképpen ez egy pontszerző előadássorozat is lesz.
Hogyan látja, mennyire kell, mennyire van szükség az egészségügyi dolgozóknak arra, hogy időnként ne csak a pontszerzés céljából meg tudják őket erősíteni abban, hogy az egészségügyet építeni kell? Igen, hát köszönöm szépen a megkeresést. Jelen pozíciómban, mint a kórház, az intézmény oktatás és tudományos igazgató helyettese vagyok itt, tehát nem csak a gyermek egészségügynek a ápolói utánpótlása a kérdéskör, amit hát képviselünk, hanem az egész kórház és hát az egész intézménynek az ilyen irányú tevékenysége. Nagyon lényeges ez az ápolói utánpótlással kapcsolatos problémakör, hiszen egyrészt a képzések és a továbbképzések azok mindig fontosak. Tudjuk, hogy nem elég építményeket átadni, építeni gyönyörű szép kórházi osztályokat, nem elég gyönyörű szakrendelőket fölhúzni, illetve vadonatúj és korszerű eszközöket bevásárolni, hanem azokat a működtető személyeket is muszáj kezelni, akik hát a betegeket ellátják. Ezek mi vagyunk, ugye, orvosok, nővérek, szakdolgozók és hát egyéb nem egészségügyi dolgozók. Tehát az ő képzésük, továbbképzésük az alapvető fontosságú. Ebben a kórházban hosszú évtizedek óta ezt mi mindig elsőként kezeltük, prioritásként kezeltük. Mindig mindent megpróbáltunk megtenni annak érdekében, hogy ez a képzés, továbbképzés, utánpótlás, nevelés, ez valóban szolgálja azt az egységet, ami az orvos ápolói, orvos szakdolgozói egységet jelenti a betegellátásban. Hiszen ne felejtsük el, hogy az orvos egy nagyon fontos tényezője a gyógyításnak, de a jól képzett ápolók, szakdolgozók nélkül ez nem lehetséges. Ezt szerintem minden orvos kollégám tudja, és ezt nem csak a szlogen szintjén szoktuk elmondani. Ebben a kórházban mi ezt mindig így érezzük, és ezt így gondoljuk helyesnek. Ez a mai konferencia egy picit talán rendhagyó is, mert nem feltétlenül a konkrét szak kérdéseknek a átadására, megbeszélésére ad lehetőséget, hanem szervezési és egyéb kérdések kerülnek itt felemlítésre. Ugye, ami hát az ápolói utánpótlásban fontosak és szóba jönnek. Hát egyrészt a képzés, továbbképzés, de hát nyilván nem kerülhetjük meg azokat a kérdéseket sem, ami mondjuk a munkai környezet, ami mondjuk a egészségügyi intézményeknek a működése, finanszírozása, hiszen ezek mind olyan tényezők, amelyek alkalmasak arra, hogy itt tartsák a munkatársainkat, és hát alkalmasak arra is, hogyha nem jól működnek, hogy menjenek el más intézménybe, vagy esetleg más kórházba. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, és az elmúlt években én azt látom, hogy ez az új szabályozás, ami a szakdolgozói és az ápolói utánpótlást szolgálja, nevezetesen az új tanulói szerződések és egy nagy létszámú, gyakorlati képzésben résztvevő fiatal kolléga, nő, kolléga, úr, aki a kórházunkban a gyakorlati képzést elsajátítja. Ebben a vonatkozásban egy új szerkezetben képződik a szakképzés területén. A képzésének egy jelentős százalékát valóban betegek között, kórházi körülmények között, ápolási körülmények között tölti le. Tehát ez számukra kimondottan előnyös, nem csak az iskolapadban az elméleti tudást szerzi meg, hanem egy gyakorlati tudásra tesz lehetőséget. És ebben a kórházban egy kiváló körülményrendszert teremtettünk meg a skill labor, gyakorlati oktatóhelyek vonatkozásában. De hozzáteszem, hogy ez persze felelősség és terheltséget is jelent a kórház számára, hiszen az elmúlt évben 2000 hallgató volt itt ebben a kórházban, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon komoly létszám, ami itt megfordul, és hát bizony ezt valakinek oktatni is kell. De hát ezt mi szívesen csináljuk, én azt gondolom a munkatársaim is, reméljük, hogy a jövőben is ez egy sikeres tevékenység lesz.